ide fordultok, ezen végig kell menni. Végig próbálhattok most is, jó? Mindenki szépen végig mehet rajta. Katonák által épített akadálypályát próbálhattak ki a gyerekek a tábor első napján. Háromfős csapatokban kellett dolgozniuk, a kicsik nagyon élvezték a programot. Én mondjuk budapestiak vagyunk mi ketten, és akkor sosem voltunk még itt Szekszárdon ilyen táborban, ami így felfedi a titkokat, meg az ilyen történelmi dolgokat, szóval ide jöttünk, hogy kicsikét tudjunk valamit is erről a helyről. A gyerekek péntekig vesznek részt a Szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központ napközis táborában. Ez idő alatt minden nap érdekesebbnél érdekesebb programokkal készülnek nekik a szervezők. Én a kirándulást várom nagyon, mert szeretek megtanulni dolgokat. A barangoló nevet viselő elsősorban általános iskolás alsótagozatos gyerekeknek szóló tábor mellett idén még egyet indít a Babits Mihály Kulturális Központ, a tervek szerint augusztusban. Augusztusban lesz 8-tól 12-ig egy varázsasztal elnevezésű tábor. Itt egy picit inkább a kézügyességre és a kreatív alkotásra fogékony gyermekek szoktak jelentkezni, de természetesen nagy szeretettel várunk mindenkit, 7 és 12 év közötti gyermekekre számítunk. Az augusztusi táborral kapcsolatos részletes információk megtalálhatóak a Babits Mihály Kulturális Központ honlapján.